Eredetileg ezt a mérkőzést a harmadik fordulóban kellett volna lejátszani. Augusztus 13-án el is kezdték a találkozót, de a 65. percben felhőszakadás miatt félbeszakadt 2-1-es hazai vezetésnél, így aztán újra lejátszák a találkozót, és rögtön a 12. percben rosszul is indul a mérkőzés az alaegerszegiek számára, hiszen Abbo vitt el a labdát a jobb oldalon, és nagyon ügyesen a hosszú sarokba gurított. A labda átvétel nem volt tökéletes, de lehetséges, hogy egy zavarta meg az alaegerszeg játékosát, aztán innentől kezdve már mindent nagyon jól csinál Abbo egészen a befejezésig. 0-1 tehát. 26. perc. Gyönyörű cselek a bal oldalon. Lassan most már be is lehet játszani a labdát a 16-oson belőle, ott az egyenlítés. Rajko már lövi a gólt, úgyhogy Szücs még belekap a lövésbe, de igazából kifelé vagy fölfelé már nem tudja tolni a labdát, csak be a kapuba. Ezek gyönyörű cselek itt, és nagyon jó a kiugratás is. Nem volt les, megvan az egyenlítés tehát. Még mindig az első fél időben járunk, 42. perc. Nagyon fellazul a Pápa védelme. Pavicevic lép ki, elhúzza Szűcs mellett, üres kapu, 2-1. Pavicevic nem passzolta le a labdát, hidegvérrel elhúzta a Pápa kapus a Szűcs mellett, gyakorlatilag onnantól kezdve már csak az üres kapuba kellett pofozni. Nagyon rosszul védekezik ennél az esetnél a Pápa. 2-2 ellenes szituáció, de lépés előnyben az alaegerszegiek, így aztán szünet előtt átveszi a hazai együttes a vezetést. 91. percben járunk a mérkőzésen. Bizonytalankodnak a pápai védők, és aztán Rebrik szabálytalankodik, Delicsel szemben a játékvezető Weiser, Roland pedig befújja a büntetőt. Itt egy rossz labdaérintés, ez a legpocsékabb. Erre a labdára csapott le végül is az alaegerszegi játékos, aki nagyot huppan, büntető tehát. Pavicevic magabiztosan értékesíti, ezzel megszerzi önmaga második, csapata harmadik gólját. Zalaegerszeg Pápa 3-1, az alaegerszeg a 8. a táblázaton, a Pápa pedig a 12. helyet foglalja el.